Sokoló estét kívánok! Hát nagy zavarban voltam, hogy mit fogok én itt elmondani, és hát végül is előugrott bennem az, vagy belőlem az, hogy 1974-ben, amikor volt a középdöntő, és azt hiszem ezt határozta meg a pályámat, akkor a középdöntőből egy írással tovább jutottam, amit Bodrogi Gyula olvasott föl, és azt hiszem ez tette rá pecsétet a további pályafutásomra. Címe: megtelt felügyelő. Megtelt felügyelő felhagyja galériát, pisztolyát csőre tölti, hón alá dugja, majd kihúzza. 38-2. Lázasan gondolkodik. Az íróasztalhoz megy, a fiókot kihúzza, benne régi és új lenyomatok. Az eső halkan kopog. Ki az? Gyerünk! A lépcsőházban sötét. Fokról fokra halad. A 90-nél befordul. Vidám, át a túlódarra fakad. Aztán valamit észlel. Gyerünk! Fönn a szélkakas és a büntény esete forog fent. Fel a padlásra, nyikorgó kosára lőrében. Az első emeleten kékítőt oldanak, tovább serényen. A följáró előtt dagat ruhákba botlik. Másra hagyták. Ajtó 11-es. Berúgja. Majd ismét le. Zene szól, vendéglő. Bemegy. Leül. A sarokban szamovár, de már órák óta. A ruhatáros néni, kinek férje tengerész köt, óránként 4 csomóval halad. A színpadon megszólal a hegedű, annak nővére meg a brácsa. Striptease, Arts de Triumph, arccal a melltartó felé. Ettől egy író eszét veszte, az utcára szalad, a felügyelő zavarában olvasni kezdi az étlapot, majd abba hagyja. Elindul, gondolkodik. Igen, az órájára néz. 3/4 kendő. Hol lett az a negyed kendő? A kendőn ólomnyomok voltak. Nyomok a nyomdába vezetnek. Bemegy, Monsieur Clichét keresem. Sajnos őt nem tudom adni, Cliché részeg. A törvény nevében letataroztatom. Majd minden jóra fordul, lassan szemerkélni kezd az eső, és az árokparton egy hobóázik, bánatába oboázik. Köszönöm szépen!